Fú, de nem kellemes így ez a fény ilyenkor, pedig levettem minimumra, de így sem az igazi, ugyanis itt vagyunk az ágyamban, és én most vagyok konkrétan elalvás előtt ilyenkor, sohasem videóztam még, na de most! Tudom, hogy eléggé fura ez. Még én sem értem teljesen, de ne aggódjatok, hamarosan minden ki fog derülni. Szevasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb horror videómban, és a napokban folyamatosan egy kihívást küldtetek nekem, amelyet bizony elvileg ilyenkor kell megcsinálni, és kell hozzá nekünk majd egy alkoholos filc. Rengeteg TikTok videó alatt jelöltetek meg engem, amelyben ezt csinálják meg, de én direkt nem néztem utána, és egyetlen egy videót sem láttam, szóval egyáltalán nem tudom, hogy mégis mi ez az egész, és hogy mire vállalkoztam. Szóval bizony, most fogok szembesülni én is vele, de értitek, így legalább nem paráztam rá, meg egyáltalán nem féltem tőle, mivel egyszerűen nem tudtam, hogy mégis mitől féljek, ez a hatalmas nagy taktika. Egyébként, hogyha szeretnétek a közeljövőben még ilyesfajta videókat, amelyben kipróbálunk dolgokat, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, és fú, de le vagyok most amúgy fáradva. Hogyha szeretnétek olcsóbban játékokat vásárolni, akkor ajánlom figyelmetekbe a leírásban található linket, ugyanis a Zenebán keresztül ezt megtehetitek, és ezáltal rengeteg pénzt tudtok megtakarítani. Minden platformra vannak itt játékok, egészen a PC-től, Xbox-tól, PlayStation-től kezdve, akár a Nintendo-ig, szóval biztos vagyok benne, hogy találtok számotokra valami szimpatikusat. Ezen felül, hogyha ez még nem lenne elég, vannak itt ajándékkártyák, illetve különböző játékbeli kiegészítők. Mire vársz? Ott van a leírásban a link, mindenféleképpen csapj le valami akcióra. Na de szedjük össze magunkat, jó lesz ez az egész. Itt is van a remek művünk. F-74 trendet fogunk akkor ezek szerint megcsinálni. Na de mi az? Miért kerülnek kórházba miatta? Hogy tessék? Emberek kórházba kerülnek miatta? És mi konkrétan ezt fogjuk most megcsinálni? Nem akarom. A trend elvileg nagyon veszélyes, úgyhogy mindenki a saját felelősségére próbálja. Miért veszélyes? A tennivaló csak annyi, hogy elalvás előtt a csuklódra írod az F-74-es feliratot. Aha. Szóval, felírjuk ezt a csuklónkra, majd elmegyünk aludni, oké? Okay? Egy vörös folyosón fogsz kikötni, ahol rengeteg olyan ajtó van, amin számok vannak. Nem már. Ez annyira betegen hangzik, és tudjátok mi a legszebb? Az elmúlt pár hétben folyamatosan szoktam álmodni. Pedig előtte, kb. Évente háromszor álmodtam maximum. Mostanában pedig folyamatosan, nem tudom, hogy ez mit jelent. Lehet, hogy már kajak megátkoztam itt magamat? 10 órád van arra, hogy megtaláld azt az ajtót, ami nincs szám. Hogyha nem találod meg 10 órán belül, ott fogsz ragadni. Hogy mi? Ott ragadhatunk? Egyre szuperebb ez az egész. Amúgy lehetséges, hogy a beteg álmaimból mostanában kéne csinálni egy külön videót, ugyanis szerintem megérni. Annyira bizarr álmaim vannak, ezt még nem mondtam sehol, de brutál. Csak bontáltam nem beszélgetni. A valóságban pedig kómába kerülsz, ezért is hangsúlyoztam az elején. Ember, ne csináljátok már. Ez biztos, hogy meg kéne csinálnunk? De hagyjátok már, ilyen nincsen, és full kamu az egész. Most azért, mert random valamit a kezedre írtál, nem fogsz kómába kerülni, és nem fogsz ilyet álmodni, és nem fogsz ott ragadni. Miért ragadnál ott? De aztán ki tudja. Tudjátok, híres utolsó mondatok, de akkor is ilyen nem létezhet. Kómába kerülsz, ezért is hangsúlyozom, hogy a kórházba kerülnek miatta. Elvileg már van rá példa. Ha én is kicsit próbálni ezt a trendet. Szóval... Ma van már a példa. Ezzel a négy képpel fogom nektek jelezni az mit. Az emberünk is kipróbálta. És nagy eséllyel ez a videó után még posztol, szóval vele se történt semmi. Full kamu az egész. Nem hiszek én ilyenekben. De hát itt is van akkor az időnk, hogy kipróbáljuk. Próbálom most így bevizionálni a piros folyosót. Meg a szobákat, meg az ajtókat, illetve a kiáratot is, hogyha véletlenül mégis igaz lenne, akkor én ki akarok jutni. Nem akarok ott ragadni, de ha belegondoltok, a piros ajtó, sárga ajtó is működött nálam. Mi van akkor, hogyha ki fog derülni, hogy kajakra fogékony vagyok az ilyen dolgokra?
Hát sohasem lehet egyszerűen tudni. Így őszintén szólva, bennem van egy kis félsz már. Próbálom nagyon, de nagyon szépen felírni, és akkor bizony ott is van. Nem a legszebb a kézírásom, de minden tőlem tehetőt megtettem. Szóval ez tudja, hogy valamit jelent. Csak az a baj, ezt nem tudhattuk meg, de mindegy. Menjünk aludni. Szóval bizony, le is kapcsolom a softboxot, és annyira, de annyira bizony ez az egész, hogy most komolyan azt videózom le, hogy elmegyek aludni. Soha se gondoltam volna, hogy lesz ilyen, de figyeljetek, soha nem mondjátok azt, hogy soha, az egész alvásomat azért ne aggódjatok, nem fogom rögzíteni, ugyanis miután szépen kiköszönök, kikapcsolom a kamerát, és alszok egy hatalmasat, de hát remélhetőleg nem az utolsót fogom aludni, és nem esek kómába. Hát rendes félni fogok amúgy aludni. Nem akarom ezt, srácok! Na de, lekapcsolom a fényeket, mindenkinek jó éjszakát! Jó, most pedig, ha minden igaz már megy, halljátok, olyan 3 óra 10 valamennyi van, nemrég keltem fel, várjatok, bekapcsolom a softboxot, de nagyon, de nagyon rossz lesz ez most szerintem. De megteszem, hogy azért látszódjak, meg ilyen állapotban így őszintén szólva, nem nagyon akarok kamera előtt lenni, kajakra most keltem. Mennyit aludtam akkor? Több mint 1 órát, ugye? Még friss ez az egész, ugyanis volt egy álmom. Nem tudom, hogy most vajon ez működik-e, vagy nagyon, de nagyon nem, csak random véletlenül pont hasonlót álmodtam, amiről szó volt. Most konkrétan elfelejtettem, hogy mit mondtam el az előbb, és nem tudok összefüggően gondolkozni. Bocsi, csak ilyenkor nekem kell azért egy kis idő, hogy felbírjak kelni. Arra emlékszem az álmomból, hogy komolyan voltam egy olyan folyosón, minthogyha egy szállodában lennék szinte, és minden kajakra piros volt, a szőnyeg pedig végig fekete, és ilyen nem is tudom, fura állaga volt, mivel baromira vastag volt, és éreztem a bokámon konkrétan, hogy lépkedek a szőnyegen, mivel ellepődött benne. Fú, de nem jó, hogy ilyenkor videózok, és nem tudok összefüggően beszélni. Szóval, az a lényeg, hogy a lábam belesüppett szinte a szőnyegbe, és folyamatosan csak mentem ezen a folyosón, és egyszerűen nem volt vége. Végig mellettem szállodai szobák voltak, tisztára, minthogyha valami backrooms-ba kerültem volna, na de most jön a lényeg, hogy hogyan keltem fel. Ugyanis konkrétan arra keltem fel, hogy így zuhanok, vágjátok? Nagyon sajnálom ilyenkor, hogy ez nem volt rögzítve, de biztos vagyok benne, hogy volt már veletek is ilyen, és az az utolsó emlékem az álmomból, azon kívül, hogy így folyamatosan keressem a kiutat, és nézelődök a szobákban, meg voltak ennek a hosszú folyosónak ilyen sarkai, amik sötétek voltak, és hogy átmentem ezeken, akkor folytatódtak ezek a folyosók. Kajakra annyira bizarr, meg annyira beteg ez, de értitek? Mostanában bohócokról szoktam álmodni, meg fura lényekről, meg ilyenekről, de arra nem emlékszem, hogy lett volna bármilyen szörnyot, mintha csak én lettem volna egyedül. Nehéz így visszagondolni, ugyanis tuti, hogy már most kiesett nagyon sok minden. Fél óra múlva már egyáltalán lehet, hogy erre se bírnék emlékezni. Na de hol is tartottam? Ezért nem jó ilyenkor videózni, ugyanis annyira össze-vissza vagyok, fel kéne ébrednem. Ja, hogy keltem fel, ott tartottam, nem? Volt az egyik folyosónak, nem a végén, hanem a vége előtt egy kicsivel egy lift, amelybe én beszálltam. Nem emlékszem már arra sajnos, hogy a liften belül hány emeletet láttam, és mennyi gomb volt pontosan, de az biztos, hogy rengeteg. Szerintem 100 emelet minimum volt itt. De várjatok! Mintha lépcsőt sem láttam volna a kis utamon, ameddig szétnéztem. Az mondjuk eléggé fura, ugyanis ahol van lift, ott nagy eséllyel mindig van lépcső is, de hát
és most kajakra pont most videon a softboxom, de hát az álmokban minden megtörténik. Na de, az a lényeg, hogy úgy keltem, hogy beszálltam ebbe a liftbe, így random valamelyik emeletet, mert nem emlékszem pontosan, hogy melyiket, megnyomtam, a lift ajtó pedig nem csukódott be, hanem így elkezdtem zuhanni. És akkor riadtam fel pár perccel ezelőtt. Fú, nehéz hova tenni, hogy mégis mi volt az egész, mert kajakra félkombás vagyok most nagyon, és nem is bírok szinte gondolkodni, de tuti, hogy igazából ez csak egy véletlen egybeesés, nem? Biztos, hogy nem működött ez. Csupán elalvás előtt pont ezen járt az agyam, meg ezzel foglalkoztam, meg próbáltam beagykontrollozni is, hogy megtörténjen ez az egész, és megtörtént. Hogyha nem lenne ez a kezemen, és tudjátok, belevésődött volna a bőrömbe, vagy valami, vagy így folyna a vérem, akkor is szerintem ugyanúgy megtörtént volna, és erről álmodtam volna, már hogyha ez egy álom volt. De az is fura számomra, hogy kajakra felriadtam belőle. Ugyanis az baromira ritka, hogy az álmaimból én felriadok, de ilyenek már voltak velem, hogy így random éreztem így zuhanást, és akkor az miatt keltem fel. Bár utoljára ilyen régen volt velem. Lehet, hogy nem is egy álom volt ez. Fú, most ezekre egyszerűen nem fogunk tudni válaszokat kapni, meg hogyha frissen kipihenve lennék, akkor sem. Sohasem fogjuk megtudni, hogy mi történt volna akkor, hogyha ez nincs a kezemen. De mi van akkor, hogyha bizony komolyan van valami összefüggés köztük? Egy biztos, hogy vigyázzatok magatokra, és tényleg ne próbáljátok ki. Most rendes elkezdett fájni a fejem, de ez biztos, hogy csak a kialvatlanságtól, meg a kómásság miatt, és tudjátok, nem fog történni velem semmi. Túl sok horrort néztünk. Én megvagyok, nem működik ez az egész, nem történt semmi, csupán az álmomban ez szerepelt. És tudjátok, igazából működött, csak ezzel próbálom nyugtatni magamat. De akkor is eléggé fura érzés volt, többször nem szeretném átélni ezt az egészet. Remélem, hogy bejött nektek ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, a gameplay csatornámmal együtt, hogyha még nem tettétek volna, oda is iratkozzatok fel. Én most ezt le fogom mosni magamról, akkor is, ha nem volt igaz, mivel nyugtatja a kis lelkemet, hogy úgy hunyom le majd a szemeimet, hogy ez nincsen rajtam. Hogyha még esetleg a csengőt nem nyomtátok volna be, akkor mindenféleképpen tegyétek meg. Na pörögjünk fel, de nem bírok most felpörögni, bocs! Majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban, én Lelk Robi vagyok, addig is, szevasztok!